a pult mögött. Írta Jaroszláv Dédl. Első rész. Január. Anna belép. Kérem szépen, ne tessék bemenni kosár nélkül. Nem vásárolni megyek. Tessék várni, miért tetszik innen kivenni? Még nem ütöttem be a géppel. Elnézést kérem, azt hittem már megvan. Azt hittem, inkább figyelnének. Olinka, hányszor megmondtam már, hogy tilos kézzel hozzányúlni az élelmiszerekhez? Fogóval túl sokáig csart. Sokáig tart, vagy nem tart sokáig, első osztály üzletben dolgozik. Tessék. Ne nyomtos az ujjait, az égálja meg magát. Olinka, én megengedi? Parancsoljon. Na tessék, hát ez rettenetes. Már kora reggel 18 rekesz van. El tudja ezt képzelni? Én el tudom. Estére több ezer üvegünk lesz. Szilveszterkor az emberek nem isznak, vedelnek, döntik magukba. Vigyázzon, el ne roncsa a gyomrát. Vigyázat, vigyázat! Vigyázat, félre az útból jön a vonat! Legyen szíves! Keres valaki? Jó napot! Jó napot! Igen, keresek valakit. Az üzletvezetőt. Erre van a harmadik ajtó balra. Az első az üveg visszaváltó, ott most nagy fölfordulás van. A második a csemege, és a harmadik ajtó az már ő. Így könnyű lesz megtalálni. Ha reklamálni jött, akkor a legjobb időpontot választottam, mert most Karász úr van itt, mert tudja, ha Willy meg lenne itt, akkor bizony hiába jött volna. Nem reklamálni jöttem. Aha, szóval a harmadik ajtó balra. Köszönöm. Kérem, viszontlátás. Tessék! Még mindig nem hozták meg a kenyeret. Azt hiszed, nekem nincsen semmi gondom? A lányok állandóan hozzám futkosnak, néznek rám, mint a borjú az új kapura. Valamit kénytelen vagyok csinálni, nem? Na persze, ki vagyok segítve. Na várjál, törölheted, meghozták. Megjött a kenyér. Na ne haragudj, akkor holnap találkozunk, jó? Rendben. Hát üdvözlöm, mi nálunk. Örülök, hogy itt van Andulka Holubova. Honnan tudja, hogy Andulka Holubova vagy? Hogy honnan tudom? Én nem akármilyen üzletvezető vagyok, én értek a pszichológiához is. Az biztos, hogy nem panasszal jön, mert nincs begurulva. Ha ellenőr lenne, jobban fontoskodna, és különben is. Már megnéztem a papírjait. Csak hogy még így is nagy meglepetés írt, mert hogy ilyen szép, azt nem tudhattam előre. Köszönöm. Na, Karász vagyok. Nagyon örülök. Ennek az üzletnek a vezetője, és azon kívül meg kell, hogy mondjam, hogy nőbolond vagyok. Engem ez nem érint, mert nem bírom a férfiakat egy bizonyos idő óta. Mit vétettek magának? Tudja, hogy milyen szép üzletük van? Az biztos, ezt megnézheti. Jó kis volt, igaz? Az előző üzletében biztos nem volt öt pénztár. Véletlenül éppen öt pénztár volt nálunk is. Igen? És húst is árultak? Húst is árultunk. De ezt nézze meg, mi van nálunk. Külön zöldségrészleg. A zöldség nálunk is egészen külön volt. Nagyon nagy üzlet. Három mélyhűtő, a hűtőpultokról nem is beszélünk. Igazán sajnálom, de a mi üzletünkben öt mélyhűtő volt. Ha most azt mondja, hogy az öltözőjükben még zuhanyozó is volt, akkor dühös leszek. Épp most építették a másodikat. Igen. Na de márványpadlójuk az aztán nem volt, ne mondja nem, nekem. Nem, márványpadlójuk. Na hát pedig éppen ez az, ami igazán nemes külsőt kölcsönöz az üzletnek. Tisztán lehet tartani, végighúzok rajta a rongyot, és úgy ragyog, mint a tükör, igaz? Ez a legpraktikusabb. Akkor átcsúsztam rajta reggel, mint egy műkorcsolyázó. Tessék. Itt van főnök, írja ezt talán nekünk. Csak tudnám, hol csavarogtak mostanáig. A kislányok már azt hitték, hogy hűtlenek lettek. Mit csináljunk? De most olyan forró, hogy nem lehet hozzányúlni. Üdvözlet a főnök. Megmondom. Minden jó. És most, kedves asszonyom, mondja meg, mit csinálna a legszívesebben. Olyan előkelő az üzlete, hogy az ember válogathat is. Persze, mindenki választhat, csak aztán a végén mégis én mondom meg, hogy mit csinál. Nos, akkor mit választ? Nem az lenne a legjobb, ha megmondaná, hogy hol van szükség rá. Láttam a papírjai között, hogy pénztárosi tanfolyama van. A pénztárnál mindig szükség van emberre.
Ha őszinte lehetek, megmondom, hogy legkevésbé a pésztát szeretem. Számítottam rá, én se szeretem. És mit szólna a húshoz? Semmi kifogásom. Vagy a zöldségáruhoz? Szívesen csinálnám. Szívesen? És a csemege osztály? Azt csinálnám a legszívesebben. A kereskedői vér nem válik vízé. Az egész önkiszolgálóban a csemegepult a legigényesebb hely. De attól félek, hogy valaki csúnyán fog rám nézni emiatt. Akinek elveszem a helyét. Régóta keresek valakit, mert az az elvem, hogy az egész vállalatból a legszebb lányok kerüljenek a csemegepult mögé. Meg van nyugodva? Meg vagyok nyugodva. Mikor léphetek be? 17:30, 18:00 nyitunk. Itt leszek. Viszontlátásra. Nincs mit viszontlátásra. Andulka? A legfontosabbat még nem mondtam. Mit? Biztosan nem lepődik meg azon, hogy az iratait átolvastam. Még mindig nem értem. Nem? Az önkiszolgálóban, ahonnan eljött, üzletvezető volt. Egy ilyen állást az ember semmiségért nem hagyom. Nem, az biztos, hogy nem semmiségért. Lakást cseréltem, ide költöztem Prága másik végébe. Egy óra utazás. Biztos, hogy csak az utazás az egyetlen? Két gyerekem van, foglalkoznom kell. De a két gyereke eddig is megvolt. Igen, az igaz, hogy megvolt. Csak hogy most egyedül vagyok, ne kérdezzem többet. Holnap reggel találkozunk. Viszontlátásra 17:30. Szinte lakik, és van villanyvonata. Szervusz. Szervusz, anyu. És van neki jelzőlámpája, tudod? És képzeld el, a lámpák világítanak, amikor megy. Köszöntél, amikor bementél? Aha, köszöntem, és levettem a csizmámat is. Aranyos vagy. És az iskolában? Az iskolában? A tanítónéni nagyon megdicsért, azért, mert szépen olvasok. Nagyon megdicsért? Nem tudja, hogy kívülről tudom az olvasmányt. Köszönöm. Itt van egy néni. Hogy egy néni? Hát Alena néni. Alena néni, biztos vagy benne? Bent ül a szobában. Mihalka, vigyázz rá. Miért kell rá vigyázni? Nehogy elvigyen valamit. Szervusz, anyu. Szervusz. Nem adom oda. Mit nem adsz oda? Azért jött, hogy elvigye a rádiót. Hagyd csak, majd én elintézem. De nehogy odaad neki, a rádió a miénk. A miénk, tudom. Nem kell félni. Majd én kihozom. És eldugjuk valahová. Te csak maradj nyugodtan, menjetek be a konyhába, mindjárt jövök. Szervusz, édesannám, szervusz. Örülök, hogy látlak. Szervusz. Ugye nem haragszol, erre jártam és gondoltam beugrok. Reméltem, itthon leszel. Szükséged van valamire? Nem, csak el akarok vinni egy pár holmit, amit Hírka nálad hagyott. Főztem magamnak egy kávét, a vérnyomásom borzasztó alacsony. Hírka valamit nálam hagyott? Hiszen te is tudod, hogy mindent nálad hagyott, egyetlen bőröndel ment. Az lehet, hogy egy bőröndel ment el. Az autó az övé lett, a berendezés az enyém. Na persze, persze, ez igaz, de a személyes ajándékait a törvény szerint mindkét fél megtarthatja. Tudok róla. A 10. házassági évfordulótokat ünnepeltétek, azt hiszem. Igen, a 10-et. Azt mondtam neki az asztalnál. Kapsz tőlem egy tranzisztoros rádiót. Kettőnknek adtad. Nem, Annikám, az egyáltalán nem így történt. Próbálj meg csak jobban visszaemlékezni te is. Azt beszéltük meg, hogy megveszem neki azt a készüléket, amit a múltkor... Parancsolj. Működik? Mindig tudtam, hogy te rendes vagy. És van benned belátás. Na igen. És kell még valami? Próbáltam itt már körülnézni, de nem látom sehol. Tudod, a kristálycsillárt? A mama adta Irkának, amikor letette az első államvizsgát, nem törtétek össze? Igaz, hogy később kiderült, hogy azt a vizsgát lesetette, ha nem csal az emlékezetem. Ugyan már, kérlek. Hát ez aztán most teljesen mellékes. Az csak érthető, hogy ha az embernek ilyen konfliktusok vannak az életében, akkor nehezen tud összpontosítani. Milyen konfliktusok? Milyen konfliktusok? A válásról beszélek. Csak hogy ez a válás sokkal később történt. Hogy az én emlékezetemben minden hogy összefolyik? A te elhatározásod, hogy majd a válás megoldja minden problémátokat, tett pontot az egészre. De hogy aztán valóban ez volt-e a legszerencsésebb megoldás? Azt majd a gyerekeid mondják meg. Látom, hogy lassanként egész szép mesék kerekednek ki a mi válásunkból. Semmi értelme, hogy most vádaskodni kezdjünk. De azt szeretném, ha az egész családodnak röviden elmesélnéd, hogy mi történt.
Körülbelül egy évvel ezelőtt fölkeresett egy vadidegen kisasszony, és azt kérdezte, hogy miért nem akarom visszaadni a férjemnek a szabadságát. Nem értettem, hogy miről van szó. Azt hittem, hogy összetéveszt valakivel. De nem így volt. A férjem megígérte neki, hogy elveszik, és ő mégis arra hivatkozott, hogy én nem engedem meg, hogy én botránnyal fenyegetőzöm, hogy én nem válok el a gyerekek, a család miatt, stb. Stb. Mihalka, nagyon kérlek, hagyd most magunkra. Hogy rövid legyek, azt az évet, amit az egyetemen és a könyvtárakban kellett volna töltenie, túlnyomó részt ezzel a kisasszonnyal töltötte. Amikor hazajött, megmondtam, hogy a legkevésbé sem akarom elvenni a szabadságát. Hogy dönts el, hogy mit akar, és ő meg is tette. Ezek után nekem nem volt választásom, ez történt. Na igen. Ezek olyan bonyolult kapcsolatok, amiket tulajdonképpen csak azok érthetnek meg, akik érintve vannak. Egyáltalán nem bonyolultak. Térjünk vissza inkább a mi ügyünkre. Hol van a Csillár, Anikám? A Csillár. Tessék! Mi kell még? Ha meg lenne még az írógép valahol nálad. Az írógépet az apja Mihalának adta ajándékba. Igen, én elhiszem, Anni, elhiszem. Neked csak, hogy Irka a gépet kölcsönbe kapta apától, azzal, hogy majd megfizeti. Hát akkor fizesse meg! De hát apa már nem él, tudod? Fizessen az anyjának. Nem fogadja el a saját fiától. Ő miért fogadná el a saját lányától? De hiszen elmagyaráztam világosan. Nem adom oda a gépet. Hogy gondolod, hogy nem adod oda? Nem adhatom oda a gyerekeim holmiát senkinek. Annikám, gondold meg jól, nehogy később megbánjak. Mit kellene nekem megbánnom? Nagyon kérlek, hogy menj innen. Csak nem akarsz kidobni. Jól értetted, menj el innen. De engem nem lehet kidobni. Hogyhogy nem lehet kidobni egy ilyen kapzsinőt? Dobtam én már ki e fajtákat az üzletből még hozzá tucatjára. Szíveskedjék távozni! Hát Isten a tanúm, ez képes lenne az emberrel őrre menni. Eszembe sincs veled őrre menni. Na hát, ez már sok. Jó napot, kedves szomszédasszony. Ne haragudja, hogy becsönkedtem, itt lakunk a szomszédban. Csak meg akartam kérdezni, hogy nem történt-e valami baj, mert úgy hallottuk, mintha valami leesett volna. Nem, csak ahogy költözködés közben lenni szokott. Aha. A Csillára mindig annyi baj van, ugye? Nem, a sógornőmmel. És hogy úgy csörömpölt? Túl nagy fülbevalói vannak, tudja? Köszönöm, viszontlátásra. Anyu, várjál, majd én segítek neked. Elkéstél, Petya, már minden rendbe jött. Jaj, de kár. Tudom, hogy velem érzel, és ez a legnagyobb segítség. Mi baj van? Csak nem a rádiót sajnálod ennyire, hát hadd legyenek vele boldogok. De miért kellett kidobni? Akkor is finoman kell elintézni. Viselkedj méltóság teljesebben. Úgy viselkedem mindenkivel, ahogy megérdemli. Anyu! Mit gondolsz? Ugye apa nem tudja, hogy idejött? Ugye nem tudja, hogy apa soha nem venni el tőlem az írógépet? Tudod, hogy nem. Sejtelme sincs, hogy a nővére idejött. Jó reggelt! Jó reggelt, Andrúka Holubova! Mai nappal úgy hiszem, a maga életének új szakasza kezdődik. Hát, ahogy vesszük, tudja. Ne is tagadja, az állásváltoztatás nagy választóvonal az ember életében. Jó reggelt. Jó reggelt, Jirzsinka. Ismerkedjetek össze, gyere. Jirzsinka, zöldséget árul nálunk. Holubová új kolléganő a csemegepultnál lesz. Annának hívnak. Romanová. Örvendek. Jó reggelt. Ez a lány Lagyenka, a húspultnál árul. Jó reggelt, Cirilova. Holubová. Ezzel a fiúval dolgozom együtt, Oszkár.
Csókolom a kis cihangyát. Jó reggelt. Világbajnokságot nyertem kiskocsizlalomban. Ha ugyan már látott ilyen kocsit. Már akkor kezeltem kiskocsit, amikor maga még a gólyacsőrében volt. Tisztelet a kornak, akkor maga régi kereskedő. Meg ne haragudjon Oszkárra, nem igen képes megválogatni a kifejezéseit. De hiszen igaza van, régi öreg kereskedő vagyok. Az ifjúság oda van, a nyugdíj meg még messze van, nem igaz? Nem tudom, én nem ismerem. Jó reggelt kívánok a kollektívának, biztos megfagytatok már, mint a kis verebek. Ó, mit talált bőrön? Belezünk. Na ne szórakozzunk, lányok, nem ingyen cirkusz ez. Gyerünk, nyissuk ki a boltot, mindjárt jönnek a fenevadak. Kell nekik a feleség. Jó reggelt. Rendes kislány vagy. Tudom. Igazítsa meg, mert nem fog a fiúknak tetszeni. Nem látom. Nem vagyok kigombolkozva, lányok. Nem akarok megvakulni. Jöjjön nyugodtan, egy dioptriával több vagy kevesebb nem számít. Na persze. Itt hozom az új kolléganőt. Anna Holubovát, a csemegéni lesz. Fogadjátok szívesen. Van itt még egy üres szekrény valahol? Van, persze, itt van mellett. Na hát akkor tessék ezt szépen elfoglalni, és sok szerencsét. Minázsova, hozott lakatot? Az minek? Máskülönben többet fizet rá, mint amennyit megkeres. Mi lesz, hogy a szállást? Tudom el őket. Kész vagyok. És mehetünk szépen a pult mögé. A világot jelentő pult mögé. Nézd, fiam, nem tudok mit csinálni. Ez az üzletünk jellegzetessége. Egyik nap 6000 kiflira van szükségünk, másnap csak 11-re. Az ördög se ismeri ki magát. Andulka, nincs szüksége valamire? Nincs, nincs. Majd én elintézem jó mindent. Csipkedjétek magatokat, egy perc múlva nyitok! Drágám, a szendvicset föl kell tenni a pultra, különben egy darabot sem lehet eladni. Nem szeretném, hogy a vevők rá leheljenek. Mindenki a fedélzetre, mert nyitok! Vigyázat, vigyázat, mert most engedik be a vadakat a porondra. Jó reggel. Köszönöm.
Jó reggelt kívánok. Adjon nekem, legyen szíves, 15 dekát abból az olasz. Igen, 15 deka olasz. És 10 dekát abból a másik majonézesből. Azért tudja, mert a mi főnökünk nem reggelizik otthon. Azt mondja, nem jut rá ideje. Ez nem igaz, nem ízlik neki, a felesége buktája. Már nekünk is elegünk van belőle, mert mindig szétosztja. Ezen kívül még mit parancsol? Még kérek 5 szendvicset. Választhatja, hogy melyiket kéri. Jaj, milyen szépen becsomagolta, köszönöm. Majd a pénztárnál tetszik fizetni. Igen, tudom. 6 korona lesz. Igen, köszönöm, és viszontlátásra. Ezzel szerencsénk van. Végre valaki, aki érti a dolgát. Igen, de főleg azért, mert tetszik magának. Csak otthon ki ne derüljön. Ennek a nőnek olyan szeme van, mint a sasnak. Remélem, van még ementáli. Minek az magának? Tudja, szeletelni. Igen. És meg tudja csinálni egyedi? 20 éve ezzel foglalkozom. Remélem, nem hagyott el minden erőm. Lassan, lassan. Még ettől se ijed meg? Még ettől se. Volt idő, amikor én is azt csináltam, amit most maga. Akkor jobb, ha az ember meg se próbál kikezdeni magával, ugye? Jaj, na ne! Jó! Ha volna kedves ide adni. Eltalálta, jobb, ha meg se próbál velem kikezdeni. Na hát... Szükségünk lesz még rekeszekre. Kubán-Kubán mindjárt mehet érte. Arra a tálcára ráfér még 3 alma, igen? Az ementálit nem kell fölszeletelni, mert hamar kiszárad. Nem fog kiszáradni. De én tudom, hogy kiszárad, egészen biztosan. Nem szárad ki, mert egymásra rakom, és még le is takarom. Csak egy napja van itt, és már mindent jobban tud. Na, hogy érzi magát az első nap? Köszönöm, jól. De szeretnék valamit megkérdezni. Parancsolj. Ki az a szőkenő ott? Az a világos szőke? Igen, az a világos szőke. Ó, azzal nagyon vigyázom, borzasztóan veszélyes. Mitől nő. Mitől olyan veszélyes? Willimek úr felesége. Ki az a Willimek? A főnök helyettese. Furcsa. A vezető helyettes mellett dolgozhat a felesége, mint a beosztottja. Nem a beosztottja, nincs alkalmazásban. Hát akkor mit csinál? Csak időnként jár be, mert már nyugdíjas. Ide a nyugdíjasok azért járnak, hogy tanácsot adjanak és parancsolgassanak. Tetszik tudni, mi ezt úgy veszük, hogy nem a maga nevében mondja, hanem a férje nevében. Aha, na ezt velem nem fogja csinálni. Hallgasson rám, Andulka. A maga érdekében kérem, hogy ezzel az asszonnyal ne kezdjen ki. Köszönöm a figyelmeztetést, de én inkább azt szeretném, hogy ő ne kezdjen ki velem. Már csak egy doboz löncsömmit konzervű azonnal, van. Azonnal megyek, már leszettem, mindjárt viszem ki. Viszontlátásra. Viszontlátásra, köszönöm az információt. Egy kosarat miért nem visz magával? Na? Bocsánat, elvist. Nem történt semmi. Ne haragudjon, elfelejtettem. Elfelejtette. Jó napot. Mit adhatok? Jó napot. Mindjárt gondolkodom. Mondja meg, mit óhajt, uram. Itt nem is tudom, ugyanis. Magam sem tudom, hogy mit akarok venni. Ne haragudjon, de egy bizonyos kényszerhelyzetben vagyok. Egy kis vacsorát kell adnom a barátaim számára. Az egyik most kapott diplomát. Akkor biztos nagy ünnepség lesz. Nem nagy. Aki 35 éves korában végez, az már szerényen ünnepel. Hányan lesznek? 6-an. Vagy lehet, hogy csak 4-en. És mennyi pénzt akar rááldozni? Ez egyáltalán nem lényeges. Akkor adhatok egy konyakot 250-ért? Mit? Igen, hogy nem. Persze, persze. És még egy utolsó kérdésem van.
Vegyes társaság lesz az ünnepségen. Vegyes társaság? Hogy nők is lesznek-e jelen? Nem, nem hiszem, hogy lesznek, nem, 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 tulajdonképpen biztos, hogy nem. Akkor egy üveg konyak, pezsgő, és ha valaki sört akar inni... Én nem, de... Szándékában elfőzni valamit? Isten őrizzen, a szörnyű lenne. Akkor javasolhatok egy fél kiló gépsonkát. Pontosan fél kilóra sikerült. Sajtból ementáli kellene, ha nincs ellenvetése. Hmm. Darált kávé van otthon? Nálam otthon egyáltalán nincs semmi. Akkor kap 20 dek a kávét. Majd nézel szét a polcokon is. Talán lazac konzervet, vagy szardíniát. Adhatok még kaviárt is. Aztán vajat, és sós mandulát. Ropogtathatják a vendégek. Mi legyen még? Olaszsaláta. Ennyi elég lesz? Biztos. Nem jut eszébe még valami? Nekem az égvilágon semmi se. Néhány kifli. De van zsúrkenyér is. Aha. Még valami ropogtatni való jó lenne. Itt van ez a sós keksz. Van ehhez valami táskája? Nincs. Kellett volna hoznom magammal valamit. Kellett volna. Szerzek magának egy dobozt. Jezsinka, hol találom itt a dobozokat? Ó, ott van. Köszönöm. Szívesen. Na, édes angyalom, nem fáradt el nagyon? Olyan a boltja, mint a gyenge teácska. Hát, ilyen a január. Egy fityinget se ér az egész hónap. A január a legrémesebb hónap az évben. Ez a töménytelen üveg, amit visszahoznak, én mondom, kész életveszély. Ne morogjon, ne morogjon. A rendes emberek abból élnek, hogy a nem rendesek annyit vedelnek. Tudom. Andulka, elfelejtettem valamit mondani. Ha valaki a személyzetből jön magához valamiért, szendvicsért, süteményért, csak akkor adhatja ki, ha blokkot hoz a pénztártól. Ez mindenkire érvényes, kivétel nélkül. Még magára is? Én rám is, én erre nagyon érzékeny vagyok. Elnye, Zuzankám, hát neked semmi dolgod, szalad csak élesztőt csomagolni. Maga, hol sétál ennyi ideig? Dobozt kerestem, szíves engedelmével. Hogy dobozt keresed? Meg tudnám mondani, hogy minek most ez a doboz? Az úr nem tudja, miben elvinni, amit vásárolt. Az már nem tartozik ránk, mibe viszi el. Maga, dobozért szaladgál valahol, a vevők meg sorba állnak. Ne féljen semmit, mindenre jut idő, minden rendben lesz. Akkor szolgálja ki a vevőket, majd aztán csomagoljon, igen? Ha. Azt mondtam előbb, szolgáljon ki. Nem hallotta? A pénztárnál majd leblokkolják. Kellemes estét kívánok. Óvatosan vigye. Köszönöm szépen, igazán nagyon kedves volt. És ne haragudjon rám, ne haragudjon. Bocsánat. Egy pillanat türelmet, azonnal itt vagyok. Legyen olyan kedves, jöjjön ki velem egy percre. Mit akar? Semmit, de ha nekem még egyszer idejön és mellém áll és föltart a munkámban, én kihajítom a részlegemből, jegyezze meg. Micsoda? Maga engem? Igen, pontosan, semmi dolga a részlegemben. Majd hozok még sajtot. Jó. Hallottad ezt? Mit szóltok? Kislányok, láttatok már ilyet? Ilyet még nem láttatok? Mit csinált? Hát mondtam, hogy nem szabad. Talán történt valami? Csak az egész üzlet fölfordult. Dilimkovával még soha senki nem mert szembe szállni. Dilimková beruhant a főnökhöz fúrni. Ott van a főnöknél, és megállás nélkül beszél neki. Viszontlátásra, köszönjük. Jó, hogy eszembe jutatja, nekem is beszélnem kell vele. Egy pillanat türelmet, azonnal itt leszek. Itt hallgatózott az ajtó mögött. Nem való ilyesmit csinálni. Ez eszembe se jutott, képzelje el. De haragudjanak, de nekem ilyesmire nincs idő. Nekem sincs. Ezért szeretném megtudni, hogy tulajdonképpen ki a boltban a főnök. A sütőde nem hozta még a délelőtti süteményt, az egyik rekeszből hiányzik 6 joghurt, a hentes áruval nem tudom, mi lesz, beteg a fiú, és ráadásul esik a hó. El kell söpörni. Fölfogja. Egyszer mindenkorra mondja meg, hogy mindketten mehetünk a dolgunkra. Ugyan, hagyja már, el kell söpörni a havat, mielőtt valaki kitöri a lábát. Na mi az? Hogy intézte el? Sehogy.
Nincsen ennek még vége. Nekem elhiheti. Nincsen ennek még vége. Ez már itt így van. Amikor itt van, örökké jön és meséli, hogy ő hogy feláldozza magát a csemege osztályon, és hogy ő már nem bírja tovább egy napig se. Na hát aztán kislányokat tesznek oda, meg tanulókat, azokat egzecéroztatja, aztán így el van. És most egyszer csak ide csöppen maga. Egyszerűen kirúgja, és nem hagyja magát egzecéroztatni. Hát, nincs neki szerencséje. És magának van? Nekem? Nekem semmi bajom. Hallottad ezt? Ez egy jellem. Olyan, mint a harmadik vejem. Tessék, leblokkoltam magamnak 2 kaviáros szendvicset. Adom. Jó étvágyat. Köszönöm, ismerem ezt. Ilyenkor a főnök szalad havat csöpörni. Csak nem Vilimková miatt ment kitakarítani. De ha nincs hó, akkor a ládákat számolja folyton újra és újra. Nem értem, hogy mire vezet ez. Egyszer mégis kénytelen lesz határozni. Vigyázzat, Vilimek! Maga Holubova? Igen, jó napot. Parancsoljon. 5 piskóta. Én Vilinek vagyok. Örvendek. Ezek szerint belépett? Igen, beléptem, amint látja. Minden rendben van? Meg vele? Minden rendben van. Ha valamire szüksége lenne, a feleségem majd segít. Már megtörtént. Mit akart magától ez a vén idegbajos? És még a nőkről mondják, hogy kíváncsiak, de magához képest Oscar mi szfinxek vagyunk. Hát nem érzi, hogy micsoda feszültség vibrál itt? Na ne beszéljen már, miféle feszültség vibrálna? Csak tetteti magát. De maga is tudja, hogy mindjárt robbanás lesz. Nézzen csak oda, a kis felesége éppen referál. Köszönöm. Kérem szépen. Mi történt? Szörnyű baleset. Összetörte az üveget? Nem törtem össze, viszont borzasztó helyzetbe hoztam magát. Hogyhogy? Véletlenül elszámoltam magam, és csak most vettem észre, hogy ennyi pénzem nincsen. Oszkár, maga tűnjön el innen. Nem probléma, majd valamit ügyesen kicserélünk. Mennyi pénze hiányzik? Körülbelül 50 korona. A Martel helyett vehet grúzkonyakot, az kitűnő, és még könnyebb is, és vehet hozzá 3 üveg bort. Én úgy is mondtam, hogy a bor az hiányzik, és akkor még marad is pénze. Köszönöm szépen, nagyon kedves, de én inkább hazaugrom pénzért. Mindjárt itt leszek. Kár annyit szaladgálni, úgyis túl sokat költött. Tegye még hozzá a bort is, mindjárt itt leszek. Legyen szíves, adjon nekem egy tejszínes koszorút. Mondtam valamit, nem hallotta? De hallottam. Egy tejszínes koszorút kért. Legyen szíves, hozzon egy 1,70-es blokkot. Leblokkoltatom, majd utána idehozom. Nem utána, most. Csak nem tételezi föl rólam, hogy be akarom csapni 1 korona 70-nel. A főnök határozottan utasított, hogy kérjek blokkot. Így akar bosszút állni? Nem, én csak rendet akarok. És én talán nem? Én nálam a tanuló lányok egy szem cukorkát sem ehetnek meg. Nálam ezt a vezető felesége sem teheti meg. Mivel szolgálhatok? Szóval nem adja ide. Nem adja ide a süteményt. Ha nem fizet, akkor nem. Köszönöm. Parancsoljon. Ne rendezzen itt nekünk jeleneteket. Na hát, maga egészen fölborította ennek az üzletnek a nyugalmát. Anna Holubová vagyok. Én meg Olina. A családi nevem olyan rémes, hogy meg se szoktam mondani. Skarapeszová. Nézze csak meg! Ezt most vettem magamnak. Melltartót. Elől kapcsolódik. Dániából hozták. Én nem tudom ezeknek a dán nőknek milyen kis mellük van. Csak egyes volt. De félek, hogy ez még engem is megfogy. Megyek fölpróbálni. Nem akarja fölpróbálni maga is? Nem akarom. Na várjon csak, ez elől kapcsolódik. Fantasztikusan praktikus. Olina, nagyon kérem, maradjon itt egy pillanatra. Mindjárt visszajövök. Melltartóért már ne menjen, nincs nekik. Lányok! Álomszép bugyikat árulnak. Itt meg lehet kötni. Kere?
Keres valakit? Igen, keresek. A főnököt. Odakint. A havacsöprijel. Vasek, mit látok, te havat lapátolsz? Na és aztán, segíteni akarsz, vagy mi? Arra most nincs időm, hogy segítsek. Elutazom, ellenőrző körútra megyek. Még ma. Hanem tegnap. Éppen rólad beszéltem, a vidéki vezetőknek tartott továbbképzése. Elmondtam nekik, hogy nálad jobban senki sem tud szervezni. Ha most idejönnének és látnák, hogy lapátolsz... Na ne ijeszgess, mert szörnyet halok. Te azt képzeled, hogy azonnal ide is rohannak, hogy lássanak. Hát szervusz. Mi újság nálad? És te hozott, hogy nálunk? Mi lenne? Éveleje van, tele vagyunk üres üvegekkel, ki se látszunk belőlük. Arra lennék kíváncsi, hogy ti ott a központban kiszámítottátok-e már, hogy miből mennyire lesz szükségük? Kiszámítottuk, nem akarsz hozzánk jönni? Semmi kedvem hozzám, mondok neked valamit, édes barátom, én már csak itt halok meg. Jó, jó, Václav Karasz meghalt a lisztes zsákok között. A feje alatt egy kerék ementál és a markában egy óriás kifli. Mi van, mi történt? Szeretnék magával megbeszélni valamit. Majd keresünk rá valamikor alkalmat, jó? Mikor? Most nem érek rá, ma már biztos, hogy nem, majd valamelyik nap a héten. Valamelyik nap a héten, akkor inkább megmondom most azonnal. Én most elmegyek. Hogy, Olina ott van? Nem, nem jól értett. Végleg elmegyek az üzletéből, amíg nem késő. Vegye úgy, hogy be se léptem. Várjon még. Látom, amit látok. Hosszú ideig nem bírják ki veled az üzlet dolgozó. Tudod mit? Lapátolj helyettem. Szabad? Tessék. Andulka, mit jelent ez már megint? Azt jelenti, hogy nem érzem itt jól magam. Az más, akkor már értem, mert másod mindenütt természetesen sült galamb hullan a szájába. Tudom, hogy nem hullik sehol semmi se, de azért távolról sem vagyok én olyan rossz helyzetben, hogy mindent le kelljen nyelnem. Mit kell magának lenyelni? Ha rám bízott egy részleget, akkor bízza rám, hadd csináljam egyedül. És ne küldjön a nyakamra se pandúrokat, se kémeket. Értek az üzlethez annyit, mint ő. Nem lehet, hogy egy kicsit túlérzékeny ezekre a dolgokra? De érzékeny vagyok. Főleg, ha valaki igyekszik kimutatni, hogy különleges privilégiumai vannak. Nem értem, milyen van neki? Ezt talán hagyjuk. Ne akarja elhitetni, hogy olyan ostoba nem tudja, mi folyik a saját üzletében. De hát éppen azért, mert nem vagyok olyan ostoba, tudom, hogy nem mehet el innen. Ilyen munkaerőre szükség van. Világos, hogy szükség van az emberekre. Nem veszhet össze a helyettesével miattam. Tudja mit? Elintézem a dolgot. Olyan? Bízza csak rám, nem szól bele többet a munkájába, ezt garantálom. Hagyja, csak kellemetlenséget szerez magának. Tudja mit, bízza ezt rám, és szaladjon gyorsan a helyére, a csemegepulthoz, jó? Azt hiszi, megéri magának? Hányszor mondja, amikor szaladjon a pultjához. Jó étvágyat! Megkínálhatjuk kolbásszal kenyérre? Köszönöm, inkább nem, elég, ha ránézek egy darab kenyérre, attól is hízok legalább fél kilót. Mit szólnak az új kolléganőhöz? Meg akarja játszani itt is a nagy üzletvezetőt. Nem így van? Na várjon csak, nehogy félreértés legyen közöttünk. Ő akart eljönni a régi helyéről. Akármit akar neki az ember mondani, mindjárt ég a ház. Jó bevásárolt vele. A vállás biztos betett neki. Vállás? Egyáltalán nem úgy néz ki. Én szerintem meg se látszik rajta. Két gyerek, akkor is nagy gond. Munkába kell járni neki. Na igen. Az ilyenekkel van mindig a legtöbb baj. A legtöbb fönnakadás az üzletben. Lehetőséget kell neki adnunk, hogy bizonyíthasson, majd Olinával váltják egymást. Ez azt jelenti akkor, hogy a csemege osztálya ezentúl ne foglalkozzam? Nézze, maga is tudja, a legjobb véleményt hozta magával a régi helyén. Egy ügyesnő olyan véleményt csináltat magáról, amilyet csak akar. Annál inkább szükség van rá, hogy bebizonyíthassa, hogy mit tud. Ahogy a főnök parancsolja, itt maga az üzletvezető, nem én. Ha valaki keresne, a rakodásnál vagyok. Te miért nem szólsz egy szót sem? Miért hagysz magamra? Ugyan ne törődj vele. Ne törődjek vele, hogy ne törődjek? Most úgyse tudsz ellene semmit se tenni. A főnök egészen bele van. Azt látom magam is. De sajnos azt is látom, hogy úgy néznek rá, mint egy baziliszkuszra. A szemembe röhögnek, levegőnek néznek. Mondom, hogy ne törődj vele, jön egy malőr és kikészül. És akkor kapva kap rajtad megint a főnök. És hogyha nem készül ki, ha nem lesz malőr? Ahol üzlet van, ott malőrnek is kell lenni. Viszontlátásra. Minden rendben van, Andulka. Csak ne. Csak igen, nem fog beleszólni a munkájába. Komolyan?
Ha én egy nőnek ígéretet teszek, az rendelheti a taxit az anyakönyvvezetőhöz. És hány nő rendelt csak már egy, a taxit? De arra megy el mai napig is minden pénzem. Vilimkovát úgy látszik kiütéssel legyezte. Parancsolj. Lányok, mindenkinek fizetek egy helyszínes koszorút. Hogy ez a ronda vén viper, amit szívta a véremet? Mintha én tehetnék róla, hogy öreg és ronda, mint a világháború. Én meg szép vagyok és fiatal. Menyecske, félre az útból előzök. Nem tudom, mi van ma. Úgy látszik, nem jutott mindenkinek munka. De vigyázzon, nehogy összetörje. Kár lenne érte, hogy tönkre menne. A bort is becsomagolom magának. Adjunk ki egy kávét a férjemnek. Lukkom nincsen. Egy pillanat türelmet. Csak ezt még becsomagolom, aztán végképp átengedem magának a helyemet, és csinálhat, amit akar, meg ami jól esik. Nyugodj már ki, hogy mit akar gyorsan, jó? El akar menni. Hogy el akar menni? Hova akar menni? Végleg. Hogy lehet az Irzsinka? Üres! Hol van a főnök? Nem értem ezt az asszonyt. Hol van a főnök? Most ment ki a rakodáshoz. Akkor szaradj, hívd ide! Minek neked? Ne nézz ilyen ostobán, ha nem szaladj! Mi történt? Talán kereskedő lázadás tört ki nála? Azok az idők már elmúltak, ez csak olyan húzavona. Úgy fogod azt a söprőt, mint a töltőtollat, mint a gép most készül aláírni a menny és fiai államosítását. Mi történt? Szeretnék valamit mondani. Nem tudna legalább egy pillanatra bejönni? No. Hát hallod, mit mond? Erre gyere csak, majd én söprögetek itt helyetted, elintézem. Gondolom elhiszi, hogy nekem eszemágában sincs beállni a pult mögé maga helyett. Nekem viszont eszemágában sincs itt maradni magával. Viszontlátásra, jó étvágyat kívánok. Mi történt? Mit csinál maga itt? Én? Mindenáron be akarja bizonyítani, hogy én csak dísznek vagyok itt? Nem, igen? Hogy gondolhat rólam ilyesmit? Akkor mire dugja ide az orrát? Ezzel talán azt akarja értésemre adni, hogy nincs is jogom bejárni a munkahelyemre dolgozni? Nem akarok értésére adni semmit, ebben a részlegben semmi dolgom, megmondtam. Vegye már végre tudomásul. Ez a hála mindenért, amit tettem. Hogy annyi éven át dolgoztam az üzletért. Nem adtam ezt rád, műsort, fiam. Addul, ha kérem, ez nem virágüzlet. Végre a sarkára. Hát maga óriási volt. Akkor mégis itt marad? Maga még mindig itt van. Tehát akkor mégis itt marad. Hát akkor mégis itt maradok. Mit adhatok? Szereplők: Jirzsina Svorcová, magyar hangja Földesi Margit. Jirzsina Petrovicka, Kassai Ilona. Jana Bouskova, Götz Anna. Petr Hanyicsinec, Fülöp Zsigmond. Vladimir Mensik, Makai Sándor. Zdeněk Zsehozs, Kaló Flórián. Vladimir Hlavati, Tarsó Jeremér. Jaromír Hanzlik, Varga T. József. Hanna Maciuchová, Magda Gabi. Lenka Termerová, Simon Mari. Maria Motlová, Győri Ilona. Karolina Slunečková,
Erdélyi Mari, Slavka Bugyinová, Dalos Szilvia. Zene Jan Fischer, fényképezte Jindřich Novotný. A filmet rendezte Jaroszláv Dudek. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannonia Filmstúdióban készült. Magyar szöveg Szeredi Anna, hangmérnök Bognár Gyula, rendezőasszisztens Farkas Gábor, vágó Gáspár Tamara, gyártásvezető Csáki Vera, szinkronrendező Vas János.